Szirénázó rendőrautók jelentek meg a hétvégén egy megyei településen. Bilincsben állt a másodrendű KD, aki a vád szerint olyan személyeket közvetített a házi orvosnak, akik 50 ezer forintért kértek védettségi igazolást. Bilincsbe vitték el az AA monogramú házi orvost is, aki a vád szerint úgy tett, mintha beadta volna a védőoltást a jelentkezőknek. Nem tette, csak a központi nyilvántartásban rögzítette az adatokat, így állítólag két személy is úgy kapott védettségi igazolást, hogy nem oltotta be őket. A nyíregyházi járásbíróság úgy határozott, hogy letartóztatja az első és másodrendű vádlottat, de ez ellen most fellebbezést nyújtottak be. Bárhogy is dönt a törvényszék felleviteli tanácsa a letartóztatás kérdésében, a nyomozóhatóság tovább folytatja az ügynek a felderítését, tisztázza, hogy az alapos gyanú tárgyát képező cselekmény pontos minősítése az-e, ami jelen pillanatban, vagy esetleg változik, esetlegesen bővül-e az eljárás tárgyát képező bűncselekmények sora, köre. Miután a nyomozóhatóság befejezte a munkáját, az iratokat vádemelési javaslattal elküldi az ügyészségnek, és az ügyészség eldönti, hogy vádat emele az ügyben vagy sem. Ezen pillanatig ugye a nyomozóhatóság az eljárás folytató hatóság, ha vádat emel az ügyészség, akkor már a bíróság folytatja az eljárást. A büntetési tételkeretet tudom elmondani, a vesztegetés ilyen esetben 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Bűnhalmazat esetében, hogyha a felső határa 8 év nem elegendő, az felével emelhető, tehát 12 év a törvényi maximum. Hangsúlyozom, hogy sziparet, ha bebizonyosodik. Az ügynek nem csak bűnügyi, hanem orvos szakmai következménye is lesz. A megyei orvosi kamara elnöke azt mondta televíziónknak, a testület elítéli az ilyen magatartást, ezért etikai eljárást indítottak a házi orvos ellen. Ezt most a büntető eljárás végéig felfüggesztették. Miután hivatalosan is, vagy legalábbis a sajtóból értesültünk a dologról, ezért a kamara hivatalból is eljárást kezdeményezhet, etikai eljárást kezdeményezhet. Ez az etikai eljárás a kamarai törvény kapcsán teszi ezt lehetővé nekünk, azonban az etikai eljárás az felfüggesztésre fog kerülni, miután ez egy büntetőügy tulajdonképpen, és a büntetőügy lezárultáig addig az etikai eljárás is felfüggesztésre kerül. Aztán utána, hogyha meg lesz az eljárás végén a tulajdonképpeni ítélet, azt követően az ítélet függvényében az etikai eljárás az folytatódik. És hogyha miután büntetőügyről van szó, és ezért a büntetési tétele sem alacsony, hogyha egy évnél hosszabb szabadságvesztésre ítélik a kollégát, akkor a törvény kötelez bennünket a kizárásra, illetve van a mellékbüntetésként eltilthatják a foglalkozás gyakorlásától. Ez esetben is értelemszerűen az etikai eljárásnak az eredménye is az lesz, hogy a foglalkozásától eltiltjuk a kollégát. A gyanúsítottak védői a végzés ellen fellebbezéssel éltek, a büntető eljárás folyamatban van a nyíregyházi törvényszéken.